Sziasztok, köszöntelek ismét benneteket, bontunk méghozzá egy olyan tokot, amelyet ha minden igaz, már sikerült beazonosítanom, és egy szilikontok lesz, általános, univerzális szilikontok, aminek ugye azért megvannak az esélyei, még például ahhoz, hogy nem jó helyen vannak a nyílások. Mindenesetre nagyon olcsó, látjátok, 3,5 euró körül van ennek a szilikontoknak az ára, szóval ha minden igaz, egy ilyen fekete top van ebben az acsiban, méghozzá ehhez a táblagéphez, amit már korábban kibontogattam, itt is keresgéltem, látjátok, van azért drágábban is, itt ugye most dollárban látjátok, de 1,6-tól kezdődően egészen 8 dollárig is láttam az előbbi tokokat, például ez a fekete itt 8 dollárba kerül, na de mielőtt akkor ezt összeszerelgetnénk, mert hogy rá is fogom mindjárt szerelni, megnézzük, hogy mennyire működik az univerzális tok. Kibontom. Mivel szilikon így könnyen össze tudták hajtani, aminek annyira nagyon nem örülök, de hát talán nem sinylette meg a hajtogatást, és hát ennyi volt gyakorlatilag a toknak az elrejtése. És már hozzá is fértünk. A sarkainál kicsit recés, tök jó a fogása. Látjuk a kameranyílást, hátul a két hangszóró nyílást, és akkor helyezzük be még hozzá, úgyhogy ezt ebből ki is vadászom. Ugye ez az a tok, amit ehhez a géphez gyárilag adtak, illetve hát lehetett hozzá rendelni, úgyhogy most én ebből kivadászom, amit nagyon egyszerűen meg lehet tenni, fölhajtom ezt a kis bőrpántot, és kihúzom egyszerűen ebből a kis házból. És ezt most félrerakom addig, amíg belehelyezzük ebbe a szilikontomba. De vegyük először is szemügyre, hogy hallgassuk szépen át a képernyőt. Középen van kameranyílás, oké. Itt van a két hangszóró nyílás. Kukkantsunk rá a hátuljára, hogy ezen a buberin hol van a... Hát nem ott. Nem ott van a hangszóró nyílás. Bizonyos a kedvére látjátok, tettek ide és ide, de ott van, hoppalá, hoppalá. Szóval itt van, már csak egy mikrofonnyílás kell, ugye, hogy tiszta, érthető beszéd legyen. Hát egy mikrofon ezen nem itt van. Nézzük csak körbe, hol is van ezen a... Itt van a mikrofon, nem ez a... De, ez a mikrofonnyílás lesz. Itt van egy töltő tetején. Találunk töltőnyílást. Jó, hát így hirtelen körbefutottuk a kamerát, nem a kamerát, a kamerával a tokot, úgyhogy dobjuk bele. Na, akkor következik az, hogy ezt most ide bele fogom zsúfolni, már is mindjárt fejjel lefelé, szokásomhoz híven, mint ahogy először belehelyeztem ezt is a tokjába. Szilikontól könnyen nyúzható, bár gondolom előbb-utóbb azért könnyen is szakad. És be is tudtuk helyezni. Kicsit még ráigazítjuk. És jó, kérlek szépen, jó! Már is trapabíromnak érzem ezt az egészet, kényelmesebb, mint egy ilyen kihajtós bőrtokban, ugyanakkor hát kevésbé óvja meg, más a funkciója, de szeretem, már azt mondom, hogy szeretem. Látjátok, még a nyílások is jó helyen vannak, egy kicsit kell simítgatni, hogy a hajlítás, ami a félbehajtás következtében keletkezett, kisimuljon, de még az is megoldható. A hangszoróknál jó helyen van a nyílás, adunk neki egy kicsit több fényt, látjátok, a hangszoróknál jó helyen van a nyílás. Úgyhogy ez működik, keresünk egy bekapcsoló és hangerőgombot, az is jó helyen van. Szóval igazából azt mondhatom, hogy sikeresen, felújjuk kicsit a képernyőt, sikeresen találtam 3 euróért egy nagyon jó kis szilikontokat erre a táblagépre, úgyhogy most már dobálós üzemmód is beindul. Köszönöm, hogy ma is velem tartottatok, további szép napokat kívánok, és jó válogatást, ha nektek is kell 10,1 incses univerzális szilikontok. Sziasztok!